Konferencia sorozatot szervezett a héten az Országos Versenytanács. A Maros megyei tanács székhelyén a versenytárgyalásokkal kapcsolatos fontos tudnivalókról tartottak bemutatót a központi régió önkormányzati vezetőinek. Az önkormányzatok vezetői számára tartott felkészítő bemutatót az Országos Versenytanács a Maros megyei tanács gyűlés termében. A szakmai találkozón szó volt a versenykultúra terjesztésének fontosságáról, és áttekintették a versenykörnyezet alakulását a központi régióban az üzleti és a tudományos szféra képviselőivel, valamint a közigazgatási területi egységek képviselőivel. A versenytanács jelenléte Maros megyében nagyon fontos számunkra, mivel tudjuk, hogy egy nagyon fontos szolgáltatást végeznek, ami lefedi úgy a gazdasági területet, mint az önkormányzati területet. Tehát a versenytanács pontosan felügyeli azokat az eseteket, amikor a piacon olyan konkurencia ellenes dolgok jelennek meg, ami esetleg veszélyeztetik akár a gazdasági életet, akár pedig mondhatjuk, hogy az önkormányzatok életében olyan elemek jelenhetnek meg, ami csaláshoz vezethet. A küldöttségben jelen volt Dán Virgil Pászkú, a versenytanács alelnöke, aki hangsúlyozta, a cél, hogy a jelenlévők tisztában legyenek azzal, hogyan ismerjék fel az esetleges manipulált pályázatokat, és mit kell tenniük az ilyen lehetséges helyzetekben. Célunk, hogy megakadályozzuk, hogy a karteltípusú megállapodásokkal még több közpénzt pazaroljunk el. A mai találkozónk másik felében pedig az állami támogatásokkal kapcsolatos kérdésekről, az ország helyreállítási tervéről, illetve a de minimis programokról lesz szó. A szakmai konferencián olyan eseteket is bemutattak az Országos Versenytanács képviselői, amelyekből a jelenlévők tanulhattak. Elmondták, a versenytanács által vizsgált ügyek a legkülönbözőbb területeket ölelik fel, az állami és a magánvállalatok által szervezett pályázatok manipulálásától kezdve az online környezetben vagy a gázelosztással kapcsolatos munkálatokban elkövetett erőfölénnyel való visszaélésekig.